Nehéz helyzetben van a sütőipar, 6000 munkavállaló hiányzik a sütőipari ágazatból. Ezen túl emelkednek a munkabérek, a pótlékok, a liszt és más termékek ára. Az ágazat tartalékai kimerülőben vannak, jelentette ki a Pékszövetség, kevesebb pénz jut fejlesztésekre. Egyelőre nem emelnek árat a sütődék, a pékségek kivárnak, és ha a malmok növelik a liszt árát, akkor egy 8-10%-os kenyér áremeléssel számolnak. Egy kiló kenyérhez 70-75 dekalisztet használnak fel, ez közel 40%-os alapanyagköltséget jelent, tehát ha többe kerül a liszt, ezt kalkulálják a sütőipari vállalkozások a kenyér árába. Másrészt nem csak a liszt ára miatt emelhetnek a pékségek, ha többe kerülnek a tejtermékek, a munkabérek, a pótlékok, az nagyobb kiadást és megnövekedett költségeket jelent, ami megjelenhet a kenyérárában szintén. Mindezek ellenére még kivárnak a sütődék. A szektor tartalékai viszont kimerülőben vannak, ezért várnak valamilyen állami támogatásra, amely meggátolja, hogy a folyamatos termékdrágulás elkezdődjön. A szakképzett munkaerőhiány még mindig óriási problémát jelent az ágazatban. Országos szinten körülbelül 6000 pék hiányzik a sütődékből. Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Mennyire nagy a baj? Működőképesség azért még biztosítható? Hát olyan formában, hogy a vállalkozásoknak a többségében a tulajdonosok állnak be dolgozni a pékek helyett, hiszen az élet nem állhat meg, dolgozni kell, kenyeret kell reggelre sütnünk, és ennek ez a megoldása, hogy nagyon sok vezetőbeosztású tulajdonos is éjszaka beáll dolgozni, és nappal is. Valóban több mint 6000 ember hiányzik a szakmából, de nem csak szakember, hanem most már a boltosoknak a létszáma is igencsak csökken, tehát ők is hiány szakmaként jelentkeznek a sütőipari szakboltok tekintetében. Budapesten egy ismerettségi körömben elmondta Pék, hogy ők például minden reggel 4 órakor egy körjárattal indulnak, és összeszedik a egy hónapja ott lévő embereket, hogy egyáltalán tudjanak beszámolni, ládákat megmozgatni. Tehát ilyen súlyos a helyzet. Mi az, amit tudnak tenni? Hol tart? Gondolom azért a Pékszövetség próbál valamilyen érdekvédelmi tevékenységet folytatni ezzel kapcsolatban. Mindenképpen ugye legfontosabb feladat lenne az, hogy hiány pótolva a szakembert, szükségletet, gépest is lenne szükség. Nagyon-nagyon nagy szüksége van az ágazatnak arra, hogy modern gépeket tudjunk vásárolni. Sajnos a mostani pályázati rendszer ezt nem teszi lehetővé, úgyhogy a Pékszövetség arra biztatja a tagjait, hogy próbálnak nyugati példára hivatkozva összefogni, és ne gyártson mindenki mondjuk kiflit vagy zsömlét, hanem egy üzem gyártsa le a másiknak is a termékét, és cseréljenek. Tehát ilyen megoldásokat is próbálkozunk bevezetni a szakma területén. Mi a helyzet az áfával? Nagyon sok alapélelmiszernek az áfáját már csökkentették 5%-ra. Hogy van ez a kenyérrel? Valóban ígéretet kaptunk évelején a miniszterelnök úrtól is, hogy segítenek abban, hogy 2018. január 1-től sütőipari termékek is az 5%-os áfa kulcs alá essenek. Nagyon meglepődtünk, amikor júniusban ugye a költségvetés tárgyalása során kiderült, hogy mégsem kerültek be sütőipari termékek a csökkentett áfa körbe. Akkor megkérdeztük a Lázár miniszter urat, hogy mi az oka, hogy nem kerültünk be. Ő egyértelműen azt mondta, hogy olyan nagy a sütőipari termékek választéka, akár a kenyérfélétek tekintve is, hogy nem tudják szabályozni. Írtunk egy levelet, és FM-nél el is küldtük, hogy megpróbáltuk mi is az élelmiszerkönyvre hivatkozva kérni azt, hogy melyik legyen az a termék, amelyre az áfa csökkentés vonatkozna. Támogatja az Agrárkamara is ezt a kezdeményezésünket is, és az EFOSZ is, hiszen a napokban az EFOSZ elnök Édel Tamás is biztatott bennünket, hogy mellénk állnak, hiszen mi nem a legalapvetőbb élelmiszer, hanem ha a kenyér nem az. Mekkora kiesést okozna ez az áfa csökkentés az államnak? 2 évvel ezelőtt a FM-nek készítettünk egy anyagot, amelynek az alapja az Ernst & Young-nak a
a kutatása volt, amely egyetem kimondta, hogy hosszú távon, tehát néhány éven belül nem fog csökkenni a költségvetés bevétele, amennyiben az áfa csökken 5%-ra. Ezt támasztja egyébként alá a külföldi országoknak a tapasztalata is, hiszen Romániában közel 20%-a csökkent két évvel ezelőtt az áfa, és az áfa bevétele ezen termékekben nem csökkent. Ennek egy nagyon fontos hatása is bekövetkezett, hogy fehéredett a gazdaság is, és azt hiszem a lakosság szempontjából lenne egy nagyon fontos tényező, amennyiben csökkenne az áfa a sütőipari termékekre, előtérbe kerülnének azon egészséges táplálkozású termékek, amelyeket most viszonylag magasabb árfekvéssel tudnak megvásárolni a vevőink, és úgy gondolom ez a lakosságnak a életvitelére, a életmódjára is kihatna, tehát nagyobb volumenben vásárolnák azt gondolom az egészséges táplálkozással kapcsolatos sütőipari termékeket. Maguk a sütődéknek mi lenne az előnye annak, hogyha az áfa csökken? Én azt gondolom, hogy el tudnánk minden a minőségi terméknek az irányában, fül tudnánk venni versenyt azokkal a nem magyarországi sütőipari vállalkozásokkal, akik nem minden esetben teljesítik az adófizetési kötelezettségét, és azt gondolom, hogy a lakosság is ezzel a áfa csökkentéssel jól járna. Hogyan lehetne a munkaerőhiányon csak egy kicsit javítani? Az, hogy a gépesítés fejlesztése szorulna, az egy hosszú távú dolog, de hát azért a jövő héten is kellene. Igen, hát ugye más ágazatban is az a megoldás, hogy munkabéreket kell növelni, de ugye jól esőt ismételten a szakmunkás minimálbér és a minimálbér is növekedni fog, tehát tőlünk függetlenül is kell növelni a szakmunkásoknak a bérét, de ez a megoldás, hogy nekünk is fejleszteni kell a minimálbéret, illetve hát a hatványozottan jelentkezik a sütőiparnál a bérnövekedés, hiszen mi döntően éjszaka dolgozunk, hatványozottan jelentkezik a többletköltség, hiszen a pótlék és a délutáni pótlékkal nekünk igazán növekszik a bérköltségünk. Tehát és támogatásra lenne szükségünk, mint egyéb ágazatnál is azt gondolom, amivel szintén a minisztériumot már megkerestük, hogy valamilyen formában, akár úgy, mint a mezőgazdaságot, ahol a üzemanyag felhasználásban kapnak támogatást a gazdák, valami hasonló megoldás kellene. Kidolgoztunk egy olyan anyagot is, amelyben a eladott kilónkti kenyér, vagy pedig kéfi után, ami ténylegesen legálisan számlákra igazolhatóan előadásra került, ezek után is némi támogatást kapna a szakma. Amennyiben ez nem fog megvalósulni, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pékségbe fog zárni, hiszen ezt a multiláncoknál a sütőipari termék árversenyét nem biztos, hogy mi fogjuk tudni érvényesíteni. Tehát mindenképpen úgy gondolom, a költségnövekedésünket kell majd érvényesítenünk a termékeknek az áraiban. Annál is inkább, mert azért a piac nem homogén. Így van, valóban nagyon sok szereplője van a sütőiparnak, ha belegondolunk, ezelőtt 10 évvel, ugye egyetlen ágazat volt, de hát azóta a multiláncoknak a megjelenésével, a külföldi pékségeknek a megjelenésével, ugye a szakmának a szerepe azért átrendeződött. Kiegyensúlyozott ez a versenyhelyzet, vagy van, aki nehezebb helyzetben van? Én azt gondolom, hogy régiónként is, területenként is változó a pékségeknek a helyzete, hiszen a Dunántúlon lévő kollégáim elmondják, hogy ott Ausztriába átmennek, és az itteni keresetnek a 3-4-szeresét is megkeresik. Szabolcs megyében viszont egy picit jobb helyzetben vagyunk, hiszen itt van élelmiszeripari iskola, ahol pékeket képeznek, de az a probléma ezzel, hogy a pékek elvégzik az iskolát, de nem igazán vonzó a fiataloknak ez a szakma, hiszen ugye, mint említettem, itt döntően éjszaka kell dolgozni, de most azért a fiatalok 18-20 évesen nem igazán szeretnek éjszaka dolgozni, hétvégén különösen nem, tehát szerencsére az idén a 3. osztályban indult a iskolába, tehát pék jelenkező van, hát remélem, hogy az oktatási rendszer módosításával, javításával
valamit fog jobban a helyzet, legalább a megyénkben. Lakatos Tibor, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma. Én is köszönöm.